Békesség néktek! Ma az Efezusi Levél 4. fejezetének a 7. verse alapján szeretnék elmondani egy rövid igei üzenetet. Ez az Efezus 4.7 így hangzik: mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. Egy olyan helyen állok most, amit a kamera nehezen ad vissza, előttem egy roppant meredek szakasz áll, talán egy picit oldalról mutatom magamat, akkor látjátok. Hát így se nagyon látszik, de tényleg ez egy kivételesen meredek szakasz. És ennek most az lesz a lényege, hogy én most nem felfele folytatom ezt az utat, hanem elkezdek ezen a meredek szakaszon lefele haladni. Tapasztalatból tudom már sok-sok túrán túl léve, sok túrát megtettem már testvérekkel, barátokkal, ismerősökkel és rokonokkal, hogy az embereknek a többsége számomra egyébként nagyon meglepő módon felfele szeret inkább menni, ha már választani kell egy ilyen meredek ösvényen, és nem pedig lefelé. Lefelé a számukra sokkal megterhelőbb, mint felfelé. Velem éppen ellenkezőleg van, és én nagyon csodálkozom egyébként a mai napig, ha valaki azt mondja, hogy inkább felfele megyek, az is nagyon fárasztó, de lefele még sokkal nehezebb és sokkal fárasztóbb. Hát én úgy vagyok összerakva, úgy vagyok megteremtve, megáldva, hogy nekem felfele bizony néha nagyon nehéz, alig kapok levegőt, már azért a pocakom is megnőtt meg az életkorom, de ez régebben is így volt fiatalként. Lefele viszont nekem soha nem volt semmi bajom. Ugrálok, mint az erge, fürge a lábam, erős az ilyen téren kialakult, kiépített, megteremtett izomzatom, ügyességem, készségem, még csak nem is lihegek, és úgy simán lelibbenek bármilyen magas helyről is. Szóval ez már nagyon sok túrán bebizonyosodott, hogy nekem lefele menni jó. Nem vagyunk egyformák. Ahogy a lelki ajándékban is, mert ez a kegyelem, amiről az Efezus 4.7 beszél, az nem az örök életre vonatkozó kegyelem, hanem a kegyelmi ajándékok, ki mihez ért a gyülekezetben, kinek mi megy könnyen a gyülekezetben. Hát bizony, valaki egy területen többet kapott, másik egy területen pedig kevesebbet. Sőt, vannak olyan területei a hívő életnek, ahol mindannyiunknak meg kell felelnünk, kihívások elé állít bennünket Isten igéje, és valakinek könnyebb megtenni ezeket a kihívásokat. Másoknak sokkal nagyobb nehézségbe kerül ugyanazt megtenni. Egyszer valaki panaszkodott nekem, hogy hát könnyű a gágyerekekkel, mert azok olyan engedelmesek, és az ő gyerekeivel sokkal nehezebb dolga van, mert azok olyan rosszak. Hát mondtam neki, hogy először is figyelj, nézd meg egy kertet, mondhatnánk a két kertet összehasonlítva egy olyan kertre, amelyik rendezett, jól van, hogy hát bizony könnyű egy ilyen kertet ápolni. Egy gazos kertre azt mondhatnánk, hát bizony nehéz egy ilyen kertet ápolni. Szerinted igaz lenne ez? Dehogy is? Hát azt a kertet nehezebb ápolni, amelyik rendben van, mert azt rendbe kellett tartani. A gazos kerten nem volt senkinek soha semmi dolga, azt sokkal könnyebb ápolni. Hát ha rendetlen egy gyerek, akkor abba kevés munkát fektettek, az könnyű volt eddig nevelni. Ha rendes egy gyerek, akkor abba sok munkát fektettek. Ez is igaz. De van valóban olyan, mi tapasztaltuk a saját gyerekeink között, hogy valakikkel könnyebb dolgunk volt, míg másokkal nehezebb. Egy ilyen alkalommal azt mondtam az illetőnek, nézd, mindegy Istennek, hogy a kemény fába vagy a puha fába kell faragnod ugyanazt a mintát, de ugyanazt a munkát kell kifaragni a bükkfából és ugyanazt a fenyőfából. A minta adott. A Bibliának engedelmeskedni kell, akkor is, ha könnyen teljesíted, és akkor is, hogyha nehezen le kell erről a hegyről jönni, akkor is, ha nekem ez könnyen megy, és akkor is, hogyha valakinek sokkal nehezebben. Isten tudja azt, hogy hol kell neked könnyebbséged legyen, és hol kell neked nehézséged legyen. Igazságosan elosztotta a kegyelemnek ezt a mértékét. És ne félj, ebből a kegyelemből és kegyelmi ajándékból neked is jutott bőven. Amen.